Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. január 29-én este 7:30-kor. Az új tanévben is marad az amerikai nyelvtanár. A testület támogatja a pedagógus foglalkoztatását. Gyönyörű jelmezek, kiváló énekhangok, látványos koreográfiák, nagyszabású újévi gála Kalocsán. Kolbász Fesztivál volt Hartán. Az idén a Star Wars lett az első. A 2018-2019-es tanévben is a belvárosi iskola pedagógus karát erősíti majd az amerikai angol nyelvtanár. Lakhatásának támogatásáról a legutóbbi képviselőtestületi ülésen döntöttek. Még tavaly szeptemberben került bemutatásra Fényi Gyula Általános Iskola belvárosi tagiskolájának új nyelvtanára, aki Amerikából, pontosabban Kaliforniából érkezett városunkba. Nicholas Andrew Torres anyanyelveként beszél angolul, mely a gyerekek tanítása során a kiejtésükben nagy segítséget és páratlan lehetőséget jelent. Megbízása bárcsak egy tanévre szólt, mégis maradna, így az iskola kérelmet nyújtott be az Oktatási Bizottsághoz, hogy az új tanévben is támogassa az amerikai angol nyelvi tanárfoglalkoztatását az intézményben, hiszen mind a gyerekek, mind pedig a szülők meg vannak elégedve munkájával. Egy-két olyan szülővel beszéltem, aki megtanítja a gyermekét, és azt mondták, hogy sokkal többet fejlődtek, mióta anyanyelvi szintű tanár tanítja, mint a szaktanár. De ezt nem tudom megítélni, mert én nem vagyok pedagógus. És az önkormányzatnak ugyanez a feladata lenne, hogy a lakásellátást biztosítsa. Hiszen a fiatal pedagógus lakhatását az önkormányzat támogatja, korának és képzettségének megfelelő bérezését pedig a bajai székhelyű fenntartó központtól kapja. Ez két oldalú finanszírozás. Egyik oldalról már erre a tanévre vonatkozóan is az önkormányzat biztosítja a lakhatást. Másik oldalról pedig a bajai tankerület biztosítja a bért. Mely támogatást a tankerület vállalt is, így az ülésen a pénzügyi, illetve a Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság egyhangulat támogatta az angol tanár további foglalkoztatását. Nicholas azon túlmenően, hogy szereti a várost, szeretne aktívan részt venni és támogatni annak életét és lakóit, így több ingyenes képzést is vállalna. Szeretne a városban minél hasznosabb tevékenységet végezni. Ezt tekintse mindenki hivatalos felajánlásnak. Amellett, hogy ide az önkormányzathoz hetente egyszer jár ingyen angol társalgási órát tartani, felajánlja, hogy a középiskolákban az érettségi előtt állóknál egy nyelvvizsgára való felkészítés gyanánt nagyon szívesen vállal szeptembertől anyanyelvi angol beszélgető társalgási órákat. Az ülésen 12 igennel elfogadták a belvárosi iskola kérelmét, és biztosítják a lakhatáshoz szükséges 650 000 forint per tanév hozzájárulást a 2018 évi költségvetés terhére. A Pesti Magyar Operett színpad közreműködésével fantasztikus gála hangulat volt szombaton a Városi Színházban. A rendezvény után nagy volt az érdeklődés, ugyanis, mint megtudtuk, a belépő jegyek már 2017-ben elkeltek. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is dupla előadással készültek a Pesti Magyar Operett színpad művészei a kalocsai újévi gálára. Az est sztárvendége ezúttal Várkonyi András volt. Nagyon sokféle műfajban próbálok jeleskedni. Van benne paródia, van benne igazi dal, kuplé, tehát megpróbálom olyan oldalamról megmutatni magam, amit még nem igen ismer a közönség. Az előbb felsorolt műfajok és a gála során felcsendülő dallamvilág nagy népszerűségnek örvendenek városunkban, ezt bizonyítja az is, hogy a szombati dupla előadásra már a múlt év végére elfogytak a belépők. Én azt hiszem, hogy az operett, mint műfaj tulajdonképpen egy időben eltemették, ez egy feltámadás utáni állapot. Én megmondom őszintén, hogy idősebb koromban kezdtem megbarátkozni vele, mint forradalmár fiatal ember, ugye úgy volt vele az ember, hogy beat zene, könnyű zene, és elérkezett, úgy látszik az az idő, amikor én is megbarátkozom vele, és hát egy-két olyan számot, amit én is kedvelek, azért megpróbálom előadni. Várkonyi András és a Tánckar színvonalas produkciói mellett a közönség többek közt Buch Tibor, Köllő Babett és Mádi Piroska hangját is élvezhette az est folyamán. Szerelmes csapatom jó, szívünkben belső,
író-olvasó találkozókkal bővelkedik a Kalocsai Könyvtár februári programja. A szerelmesek napján egy izgalmas játék mellett Nyári Krisztiánnal találkozhatnak az olvasók. A hónap folyamán Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna, illetve Póli Matilda fiatal kalocsai író is bemutatkozik majd. Február hónap elején a Kalocsai Könyvtárba is beköltözik a szerelem, hiszen február 14-én, Valentin nap alkalmából több izgalmas programmal is készülnek. Egy író-olvasó találkozóra várjuk délután 16:30-tól az érdeklődőket, ahol is vendégünk lesz Nyári Krisztián. Beszélgető partnere pedig Petrás Éva tanárnő. 2012-től kezdett el posztolni a Facebookon híres magyar emberek, írók szerelmi életéről. Ez a barátai körébe nagyon nagy sikert aratott. Ezekből a posztokból nőttek ki magát két szerelmes kötete is, az Így szerettek ők első és második kötete. Az író-olvasó találkozó alkalmával azonban legutolsó alkotásáról, a Fölébredt a Föld című könyvéről fognak beszélgetni, mely az 1948-49-es szabadságharc ideje alatt íródott szerelmes leveleket szedi egy csokorba. A szerelmesek napján azonban nem csupán ezzel az egy eseménnyel készülnek, Valentin napon akár a könyvekkel is rendezvúzhatunk. Akik betérnek hozzánk kölcsönözni a felnőtt részlegbe, azok randizhatnak egy könyvvel. Ezt a játékot többi könyvtárba már nagyon népszerűen vitték sikerre, így Valentin nap alkalmával. Becsomagolunk néhány könyvet, amit mi könyvtárosok választunk ki, és az olvasó találomra választhat ezek közül a könyvek közül, így meglepetés számára, hogy mit kölcsönöz, mit visz haza. Természetesen mi könyvtárosok ezt tudni fogjuk. A hónap folyamán több könyvbemutatóval is készülnek, így február 22-én Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna lesz a könyvtár vendége, aki a körösi festőről, ifjabb Kunhegyesi Ferencről készült művét mutatja be. Lászlóné Takács Zsuzsanna mutatja be monográfiáját, melyet ifjabb Kunhegyesi Ferenc roma festőművészről írt. Ő egy kiskörösi festőművész. A könyvbemutatót Zsigmond Enikő újságíró fogja megnyitni. De találkozhatnak az olvasók a fiatal kalocsai tehetséggel is, aki nemrég adta ki harmadik könyvét. Póli Matilda legújabb könyvét mutatjuk be felső tagozatos diákok számára, itt a könyvtár kamara termében. Póli Matilda, ahogy említettem, egy fiatal kalocsai írónő, mindössze 17 éves, és az Őrzők tüze című kötetét fogja bemutatni nekünk. Ez már a harmadik kötete a Főnix történetének. Természetesen ezeken kívül várják a klubok, a szakkörök és a nyelvi társalgók is új és régi vendégeiket. Leküzdhetetlen címmel írt novellát a kalocsai szerző Cserenkó Gábor. A mű ma már rangos elismerésnek örvend, hiszen Szárnypróbálgatók elnevezésű országos irodalmi pályázaton ezüst oklevéllel díjazták. Cserenkó Gábor, a kalocsai származású író, körülbelül 10 éve kezdett bele az irodalom művészetébe, azóta is szakadatlan lendületet és elismeréseket tudhat magáénak. Próbálom folyamatosan a publicitást megtalálni. Nehéz dolog, mert ugye nem mindenhol, meg nem minden esetben foglalkoznak az emberrel, meg hogyha nem vagy valakinek, ha valaki, akkor már sokkal nehezebb. Ugye, de sikerült már országos irodalmi labba is bekerülnöm, sikerült ugye a neten is publikálásokat találnom. Van is most egy sorozatom a hogy is hívek, Lenolaj című honlapon. Ott minden szerdán megjelenik tőlem egy nyílás, viszont hát a blogomon van egy publikációs jegyzék, mert már tényleg olyan sok helyre írtam, hogy már bárig követni nehéz. Most azonban legújabb, mondhatjuk szenzációja a Leküzdhetetlen. Egy novella, amely két ember szemszögéből mutat be egy történetet, s talán annyit még el lehet árulni, hogy a sztori végül tragédiába torkollik. Cserenkó Gábor mindezt közzétette közösségi oldalán is. Két ember ugyanazt hogyan látja, ugyanaz, van egy szituáció, és hogy látod te a történetet, meg én. Tehát ugyanazt éljük meg, és elmeséli az egyik, hogy hogyan történt szerinte, és a másik is elmeséli, hogy hogyan történt. Ennyi, valamit annyi még, hogy azért tettem ki a Facebookomra, meg az egyik alacsony médiában is azért lehet olvasni a novellát, hogy minél többen tudják meg, hogy miről van szó,
valamint a Karacsi Könyvtárban is elérhető lesz most a novella, illetve az antológia, amiben ez benne van, amiben bekerült. És nem csak az antológia gazdagodott az írással, egy országos szánypróbálgatók elnevezésű pályázaton is remek eredménnyel szerepelt. Nyáron hirdették meg egy országos szintű pályázat a Magyar Irodalom Történeti Társaság Csongrád megyei tagozata és a Faludi György alapítványnak a közös pályázata, ahol indultunk. Hát most szám szerint egy ilyen több mint 600-an, és elkészült a könyv, amiben benne van ugye az összes díjazott, aki körülbelül egy olyan 90-en, 100-an, még 100-an se lehetünk menni. Tehát ez, hogy 600 ember pályaművek közül sikerült bejutnom, és végül is nem is rossz eredmény sikerült elérni, nem mondjuk ezt jóra tartom, meg erre büszke is vagyok. A kalocsai író ezüst oklevelét Baranyi Ferenc Kossuth díjas költőtől vehette át. 6 kiló hús, egyedi fűszerezés és jól összeszokott emberek. Ez kellett a Hartai Kolbászfesztiválon ahhoz, hogy valaki elinduljon. Sándor Falva volt a vendég a rendezvényen, a legízletesebb kolbászt a Star Wars csapata készítette. Darálás, bélmosás, fűszerezés, begyúrás, betöltés. Ezeket a fázisokat lehetett látni minden asztalnál. Előkerültek a több évtizede használt eszközök, hiszen csak kézi erővel dolgozhattak a kolbászkészítők. Az első munkafázis volt az összevágás, azt egy fő csinálta, a második munkafolyamat az összekeverés, a harmadik a ledarálás, a negyedik az összekeverés, és a többit az utolsó fázis majd közösen csináljuk. Sándor Falva most vett részt először a programon. Hoztak is sokféle finomságot az asztalra, emellett kultúrával is megkínálták a fesztiválra látogatókat. Direkt ide álltunk össze, de nem először álltunk így össze, mert máshova is szoktunk meghívást kapni. Önkormányzati dolgozók vannak itt nálunk, a Kulturális Központ dolgozói, képviselő úr, alpolgármester asszony, a citerások, és Kátai Janit sem hagytuk otthon. A Sándor Falviak böllére saját találmánya alapján készíti a kolbászt. Mindenki másképp csinálja, nekünk van egy saját receptem. Én nem darálás előtt fűszerezem a húst, és én kétszer darálom le, egy tesztárcsával, utána pedig az apró szemüve, és darálás után nem töröm a húst, és akkor ilyen márványos szemcsés marad a kolbász is, meg a szalám is. Ahány csapat, annyiféle ízesítés. Volt, ahol gramra pontosan kimérték a hozzávalókat, és olyan is, ahol érzésből dolgoztak. Fogjuk nézni a kolbász szemcsézetét, a színét, a szemcsevastagságot. Megnézzük, hogy receptúra alapján dolgoznak-e, vagy csak ahogy sikerül. Azon kívül megnézzük, mennyire vannak a csapatok összeöltözve, a díszítés magát az asztalon. A negyedik kolbászfesztivál nyertese a Star Wars csapata lett, akik egy messzi-messzi mészárszékről érkeztek a versenyre. Szombat délután bő egy órányi játékkal 3-0-ra legyőzték röplabdás lányaink az MTK juniorjait. Csapatunk ezzel az eredménnyel a tabella előkelő negyedik helyén áll. Novemberben 3-2-es vereséggel zárult női röplabdásaink fővárosi szereplése. Most azonban sikerült visszavágniuk, ugyanis 3-0-ra legyőzték az MTK juniorjait. A vendégcsapat ugyan nem volt teljes, hiszen 3 játékosuk ezen a napon a felnőttekkel NB1-es mérkőzésen vett részt, de edzőjük szerint ez nem lehet magyarázat a pályán nyújtott teljesítményre. Fontos szituációkban rosszul választottuk meg az ütés és az ejtés közötti kombinációt, és hát fel kell vállalni ezeket a dolgokat, és megbusztulta magát, mert jól nyitottak a kalocsai lányok, és utána bizony nem sikerült megoldanunk egy pontot, és utána kaptunk 4 ászt, utána 24-22-nél már megremegtek a kezek, és a kalocsa behúzta azt a tettet. Ha sikerült talán megnyernünk, akkor más a játék képe. A kalocsai ese számára úgy tűnik, hogy megkezdődött a fellendülés, hiszen az érdiek után most az MTK ellen is magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. Ez mindenképp azért lehet, mert
mostanra kezdünk összeérni szerintem, hogy egyre többet edzünk együtt. Voltak kieső játékosaink, sérültjeink, azokat ugye próbáltuk pótolni, és mostanra lett az, hogy összeért a csapat fejben is, erőben is, testben, mindenben, úgyhogy szerintem ez lehet az oka. A következő fordulóban azonban még nehezebb ellenfél vár lányainkra, ugyanis idegenben játszanak majd egy bajnok esélyes együttessel. Jövő vasárnap Szegedre utazunk. Hát ők most is az elsők vagy másodikak, nem tudom, mert ott is mindig egy-egy pont dönt, hogy ki hol van. Az is egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, főleg idegenben. Készülünk rájuk tudatosan a héten. Ha már pontszerzés sikerül, vagy hogyha játszunk egy jót velük, annak azzal elégedett leszek. Itthon 3-1-re kaptunk ki tőlük, szóval mindenképp szetnyerés lesz a cél. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!